Sziasztok, De Simsology-szt vagyok, ez pedig itt egy újabb kritika per áttekintés videó, és ezúttal a Sims 4 legújabb kitjét fogjuk megnézni, a Sims 4 Modern Manswear kitet. Ez a kit kizárólag férfiak számára tartalmaz új Create a Sim elemeket, úgyhogy e szerint fogjuk megtekinteni őket, és nem a nőkkel fogjuk kezdeni az áttekintést. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a nők ezúttal nem kapnak semmit, Mármint így a címből kiindulva, de majd a videó végén, hogyha nem felejtem el, akkor ellenőrzöm a többi korcsoportot is, és a többi nemet is, hát, hogyha valami elbújt esetleg ebben a kitben, de jelenleg kezdjük el a férfiakkal. Megnéztem új hajat, nem kaptunk új sapkát, nem kaptunk, nem kaptunk új sminket, sem tetoválást, nem kaptunk új kiegészítőket sem, úgyhogy ez a kizárólag a felsőkre, a nadrágokra, az öltözetekre és a cipőkre fókuszált, úgyhogy ezeket fogom megmutatni nektek. Kezdjük először a felsőkkel, az első felső, amit kaptunk, vagyis hát kaptak a férfi szímek, az ez a farmer per bőr jacky, inkább farmer jacky néz ki, de feketében egészen bőrnek is el lehet képzelni. Szerintem ez egy nagyon király modern jacky, én úgy gondolom, hogy rendkívül sok színűen fel lehet használni, ez egy kitűnő alapdarabnak tűnik számomra, és egészen egyedi is a játékhoz képes, tehát amiket eddig kaptunk a Sims 4-hez. A következő felsünk pedig egy ilyen kötött pulcsi, ami Nek vannak ilyen kivágásai, ami alól kitetszik az aláöltözője a szimünknek. Szerintem ez egy nagyon eredeti ötlet, egy nagyon eredeti dizájn, úgyhogy én kifejezetten értékelem. Nagyon tetszenek a kivágások, de bevallom őszintén, hogy nagyon örültem volna mindegyikből egy olyan variációnak, amikor ez a kis himzett virág nincs ott a szimnek a mákasán, mert úgy még modernebbnek tudom elképzelni ezt a darabot, mint így ebben a jelenlegi formában. Ez tényleg egy nagyon-nagyon egyedi design. Nem tudom, hogy mennyire általánosságban felhasználható, nekem tetszik alapvetően ez a darab. A következő felső, amit mutatok nektek, az viszont tényleg egy bőr Jackie. Ez a hűvösebb időkre ideális, ugyanis úgy látszik, hogy ez a szín teljesen bebugyolálta magát, nincs úgy lehúzva a cipzer, mint a legtöbb kabáton, amit én nagyon-nagyra értékelek, mert egy csomó olyan öltözetet kaptunk, ami ilyen réteges... Öltözet, és úgy képzeli el az ember, hogy ezt térre adná erre a szímekre, de mivel ki van gombolva mindene, és kilátszik alul a trikó, stb. stb. például a nőknél a crop top kilátszik az ilyen vastag jackik alól, így valahogy nem tudom elképzelni téli viseletnek, vagy hideg időjárás esetén hordott viseletnek, ezért örülök, a kapunk néha olyat, ami tényleg úgy néz ki, mint amiben a szín melegen van tartva, és rendesen odafigyel az öltözkedésére, szóval ez a jackiehez ideális. Van belőle fekete-fehér, és két barna változat, szóval számomra az teljesen elegendő mennyiségű színvariáció. Kaptunk egy ilyen inget, teljesen egyedi kis gallérral, nekem ez a dizájn is nagyon tetszik, tetszik maga a kockás ing, variáció is ez a kettő, és nagyon örülök, hogy van egy sima egyszerű fehér és egy egyszerű fekete variáció, tudjátok, hogy ezeknek mindig nagyon örülök, illetve a két kék is nagyon alap darab, úgyhogy ezekre szükség volt. Ennek az ingnek is elég egyedi a dizájnja, ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tényleg újat mutatott a játék vele. Nekem nagyon-nagyon tetszik, kíváncsi vagyok, hogy tudom-e majd használni. A későbbiek folyamán kaptunk egy ilyen kötött pulcsit, Ilyen első kis kenguru zsebbel. én kenguru zsebnek hívom. Ezeket nem tudom, hogy egyébként mi a valós megnevezése. Ezeknek nagyon-nagyon tetszik ez a pulcsi, különösen ezek a kicsit visszafogottabb variációk, van belőle fekete-fehér teljesen jó, vagy hát így fehér, nem, de de krémszínű van belőle. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ennek örültem, amikor ezt megláttam. Van még egy kötött pulcsink, ami egy kicsit modernem, mint az előző variáció, de nem tudom hova tenni hónajnál azt a kivágást. Szóval, hogy az ott most miért van? <laughs> Számomra az a hónaj kivágás teljesen tönkre teszi ezt a darabot, mert el tudom képzelni, hogy ez egy jó design megoldás, meg így nem izzad bele az adott szímebe a pulcsiba, de ennek mégis valami olyasminek kéne lennie, ami melegíti a színünket ideg időjárás esetén, és a valahogy nem tudom elképzelni, hogy le lennék nyugözve, hogyha a téli kabátomnak ki lenne vágva a hónaja, és ott megfagynék, szóval nem tudom hová tenni ezt a pulcsit. Egyébként egy tök aranyos pulcsi, de tényleg nem tudom, hogy hová tegyem így design szempontból. Szóval az a kivágás az számomra teljesen tönkretette ezt a darabot, és örülnék, hogyha megkapnánk ezt a pulóvert olyan hónai kivágás nélkül. Kaptunk még egy kivágott kötött pulcsit, úgy látszik most ezeknek van a szezonja, vagy ezek a divatosak legalábbis a készítők szerint. Nekem tetszik ez a darab dizájnilag, szóval szerintem ezek tényleg nagyon egyediek és nagyon szépek, és még a sima darabokat el is tudom képzelni, hogy ráadom egy-egy férfi szímemre, mert szerintem menő, még akár a Rex Turicis folyamán a kiindulási ponton is el tudom képzelni a szímeimen esetleg, mint ilyen kis turkálóból kikukázott, szakadt pulcsit, de akár egy modernebb, mondjuk skinny jean tök jó lehet, nem csöves ruhának is. Keresdem a szavakat, de talán megtaláltam a megfelelőeket. Van még egy pulcsink, nem tudom pontosan, hogy kivágásokkal vagy mintázattal, ez nem egyértelmű számomra ennek a textúrájából, de ez nagyon-nagyon tetszik szerintem ez is egy király darab, sportviseletnek is használható, de akár mindennapi viseletnek is tökéletesen elmegy, szóval ezek nagyon jó alapdarabok eddig. Ez viszont egy mellény, és határozottan úgy gondolom, hogy kivágásokkal. Ez tűnik a legfeleslegesebb ruhadarabnak ever. Valószínűleg, hogy design szélzattal vette fel az adott cím az ingére, Nekem ez bevallom nem tetszik, kicsit olyan nagypapás, talán a nagypapa szímekre elmegy. Az, hogy a címe ennek a kitnek, hogy Modern menswear Kit, azt szerintem sok mindent el kéne, hogy mondjon, de úgy gondolom, hogy ez a ruhadarab nem túl modern, bár hogyha ez most a férfi divat, akkor lehetséges, hogy Modernnek számít. Bevallom, nem követem a divatot, se a női, se a férfit, úgyhogy lehet, hogy tájékozatlan vagyok, és azért mondom ezt, de számomra ez nem túl modern. Én elhiszem, hogy a kötött pulcsik vannak divatban, ráadásul ezek elég egyedi kötött pulcsik voltak eddig, de ez a kötött mellény, ez hát számomra nem annyira szimpatikus. Kaptunk egy ugyanolyan anyagból levő felső, mint az a honaj kivágott pulcsi, de ezúttal egy mellény. Őszintén szólva nekem ez sem tetszik túlzottan, egyrészt mert az ilyen pamut anyagok, ezek rendkívül, vagy gyapjú anyagok, bocsánat, a pamut nem, a gyapjú anyagok rendkívül szúrósak, és ez a szim láthatóan kizárólag ezt a ruhadarabot viseli, nincsen alatta egy trikó, vagy egy, egy póló, és nem tartom praktikusnak, szóval ahogy ránézek, kékes elkezd szúrni a bőröm. <laughs> szóval nekem ez nem tetszik ez a ruhadarab, illetve praktikusnak se tartom, hogy így fel van húzva az a cipzár, szóval mi? Ezt így passzolnám. De úgy gondolom, hogy a fölsökből egészen sok volt olyan darab, ami számomra megfelelő, már mint hogy az én ízlésemnek megfelelő, és nekem nagyon tetszik, úgyhogy belefér ez a pár darab, ami nem az én ízvés, ízlésvilágomat tükrözi, hiszen nem nekem készítik ezt a játékot a készítők. Vegyük fel ezt az idős emberes felsőt, csak azért, hogy meg tudjam mutatni az alsó ruhadarabokat, mert talán ez a legrövidebb, vagy tudjátok, mit szegény... Um, szimbácsink most egy kicsit nekivetkőzik, hogy rendesen látassátok a nadrágokat. Van egy ilyen farmer nadrágunk, ami az először mutatott kabáthoz illik. Azokat a színeket is kaptuk ebből, mint abból a farmer kabátból. Lehet őket így összep párosítani, ha szeretnétek, bár az az én ízlésemnek egy kicsit sok, de különböző outfiteket is csinálhattok, és nagyon örülök neki, hogy ezeket nem egy öltözékként kaptuk meg, hanem külön darabokként. Van itt egy melegítő nadrág, ami a fentmutatott ilyen kitűzős pulcsihoz illik. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a melegítő nadrág, imádom, nagyon tetszenek rajta a kitűzők is. Szerintem egy király alapdarab, úgyhogy örülök neki, hogy itt van. Kaptunk egy ilyen elegánsabb, modern nadrágot. Szerintem ez tényleg tükrözi a mai divatot, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Tetszik, hogy vannak olyan darabok, amik nem ütnek el annyira, tehát például ez az egyszínű szürke, ez a konzervatívabb szímek számára is tökéletesen felhasználható, meg ez is. Akik pedig egy kicsit ki akarnak tűnni a tömegből, azok ezek a variát, azok ezeket a variációkat választják majd, és nekem bevallom őszintén, ezek is tetszenek. Tetszik, hogy egyedi, és valami új, amit még nem láttunk a játékban, ezeket szoktam tudni értékelni általában. A következő nadrágunk egy ilyen bővebb, melegítős jellegű nadrág, egy darab farzsebbel. Szerintem ez is nagyon szuper alapdarab, hogy tudom-e valamivel valaha variálni, az majd kiderül a későbbiek sorra során. Nekem tetszik ez a nadrág önmagában, de hogy mivel tudnám ráadni a szímeimre, az még számomra rejtélytelen egy egyszerű fehér pólóval vagy trikóval tökéletes választás lenne, és kaptunk egy ilyen szoknyát. Kicsit olyan skót inspiráltának tűnik ez az egész darab. Nekem nagyon tetszenek a színei egyébként, meg a mintái, de őszintén szólva lemaradtam arról a mozgalomról, amikor a szoknya széleskörűen elterjedt férfi divattá vált. Tudom, hogy a skót szoknya az egy nemzeti viselet, és hogy férfiak hordják a kiltet, ugye, én ezzel teljesen okés okay vagyok, de azért egy picit meglepődtem, amikor kaptunk egy kötött szoknyát férfiak számára. Elnézést a háttérben közben megszólalt a telefonom, amit elfelejtettem nem némítani teljesen amatőr hiba a részemről, így x szép után. Na de menjünk tovább, a következő darabunk egy ilyen hát ilyen réteget, vagy ilyen bordázott nadrág, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Imádom a dizájnját, imádom ezt a nadrágot, és alig várom, hogy használhassam, szóval ez egy nagyon-nagyon király férfi darab. Ú, uh, ez pedig másik kitből van, úgyhogy ezt nem kavarjuk ide, csak véletlen tovább kattintottam. A menswear kitben ez az utolsó darab. Tehát ezt a hat darab alsó részt kaptuk. Nézzük meg gyorsan az öltözékeket is. Upika! Az öltözékeknél az első kettő az ugyanilyen szoknyás kategória, amit szintén nem tudok hova tenni, mert nem csak a szoknya miatt, hanem azért, mert egy mini szoknyát és egy vastag kabátot tartalmaz ez az öltözet. Lehet, hogy valamilyen vékony harisnyát kéne hozzáadni a szímeknek, hogy olyan téliessé lehessen tenni, meg egy magasabb csizmát, de bevallom őszintén, hogy ez számomra nem üvölti a modern menswear dolgot, vagy hát stílust. Egyébként maga a ruhadarab nagyon tetszik, és egy-egy kifutóra szerintem tökéletesen alkalmas, hogy a férfi szímek megmutassák a Jól kidolgozott lábaikat, de nem tudom elképzelni, hogy a szímeim tényleg ilyen ruhákat hordjanak az utcán, tehát ahhoz egy kicsit számomra túl extra, de ez a színvariáció, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király, nekem ez nagyon tetszik. És megkaptuk ugyanezt az öltözéket egy ilyen kis nagymama által kötött, hogy hívják ezt, Galéra Nem Galéra, de valami ilyen kis kiegészítővel, és egyszerűen mindig az jut eszembe, hogy a nagymamáim mindig horgoltak ilyen kis terítőt a tévéjükre, és hogy ez a ruha is olyan, mint hogyha a nagymama letakarta volna a tévéjét. És kicsit nekem ez olyan második világháborús női viseletnek tűnik, így ez az egész outfit, így ahogy ránézek. Úgyhogy számomra érdekes, hogy ilyen kapott helyet a modern menswear kidben, mert a modernet valahogy úgy nem látom ebben a darabban, de érdekes, hogy így visszatérnek ezek a kötött és horgolt darabok most a divatba, mert ezek szerint um, visszatérnek. Ez egy nadrágos, hosszúpólós, Outfit, ami kicsit szoknyásan néz ki, de itt már azért jól meg lehet különböztetni, hogy ez csak egy nagyon hosszított póló, és csak a design tartalmazza ezt a szoknyamintát, nem pedig külön ö, szoknyáról van szó. És nekem ez nagyon tetszik, nagyon tetszik a dizájnja is, úgyhogy ezzel a ruhadarabbal elégedett vagyok, tetszik ahogy van visszafogott fekete-fehér, meg ilyen visszafogottabb színekben is van, tehát egyszerű kék, vannak ezek a kockás szoknyák, meg tényleg ez az ilyen nagyon extra, úgyhogy elégedett vagyok a színvariációkkal, meg a ruhadarabbal is, és ugyanez a ruhadarab, köszön vissza a következő öltözetben, csak egy kicsit nyáriasítottabb változatban, egy kicsit extra változatban, itt azért már a készítők nem feltek variálni a színeket és a mintázatokat, annak idején, mikor én általános iskolás voltam, a nővérem nagyjából 45-szer elmondta, hogy nem párosítunk kockásat csíkossal, nem párosítunk kockásat kockással, nem párosítunk kockásat pöttyössel, se, semmilyen mintát, semmilyen mintával, úgyhogy ez nagyon beleégett az én nagyamba, de a mai divat nem azt mutatja, hogy ez egy illegális tevékenység lenne, szóval nyugodtan variálhatjátok az egyes mintákat. Mint látjátok, és nem is néz ki olyan rosszul. A következő ötözethez egy cipő is van, úgyhogy ennél ezt nem változtathatjátok meg kedvetekre, de szerintem ez nem probléma. Minden esetre, ha jól láttam, ez a cipő nem érkezett külön ehhez a kithez, tehát nem kaptuk meg ezt a cipőt, ami szerintem egy picit szomorú. Én örültem volna neki, és ez az outfit nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem. Tetszik ez a hosszított ilyen trikó a póló alatt, legalábbis úgy képzelem, hogy ez egy ilyen hosszított trikó, tetszik a feltűrt póló, ez a gatya is tetszik, mint ahogy elmondtam a nadrágot, nem, mert ezt megkaptuk külön, de nagyon-nagyon imádom ezt a nadrágot, jó lett volna, hogyha ilyen felsőt is kapunk egyébként, de sajnos csak ilyen pulcsikákat kaptunk, na mindegy, örültem volna a pólónak is, hogyha külön megkaphatjuk így ezt egyben, és mi választjuk ki a leonadrágot, de nem baj, eltekintek most ettől. A többi öltözék már másik kitből származik, úgyhogy ennyi volt a férfi öltözeteknek a listája, a drágokat már megnéztük, és akkor nézzük meg gyorsan a cipőket, csak választok egy olyan öltözéket, aminél látszanak is a cipők, remélhetőleg. Ezt a kettő darab félcipőt kaptuk újonnan, nekem ezek nagyon tetszenek, szerintem ezek teljesen megfelelnek a modern menswear kit elnevezésnek. Egy kicsit fenszik, de gyakran látok hasonló cipőket az utcán is, úgyhogy én elégedett vagyok vele. Ezzel meg is lennénk ennek a kitnek az áttekintésével. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egyedi kit, és hogyha ilyesmi stílusú dolgokra lenne szükségetek, akkor ez egy tökéletes kit. Szerintem hiánypótló, mert a férfiak alapvetően el voltak hanyagolva a Sims 4-ben, határozottan így gondolom én legalábbis. Szóval hiánypótló a kit, hogy megére 5 dollárt, én továbbra is azt mondom, hogy érdemes várni egy leárazásra, vagy pedig egyéb oldalakon körülnézni, nem pedig Jimben, tehát más oldalakon, ahol olcsóbban árulják. Szóval az árát alapvetően nem éri meg, de akitek közül szerintem ez egy nagyon jó minőségű darabra sikerült, szóval én elégedett vagyok, tetszettek a színkombinációk, ennyit tudok elmondani erről a kitről. Remélem tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!